passe, c'est dans l'espace. Y'en a te créo, y'en a te deseo, hey oh. Solo te veo, solo te deseo, hey oh. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira Sofía, ah ah. Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada sigo. Mira Sofía, ah, ah. Cómo te mira, dime cómo te mira. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Ez az Erdei Zsolt és Judy, illetve Maja. Köszönjük szépen neked is, hogy segítettél. Maradj itt a mamával, szerintem itt maradhatsz. Hát, ha hozol pontot a mamának, igen, tudod. Bevetjük a gyerekhatás kutyát, nincs itt valamit. Valamit hozzunk be. Tehát, küldjétek a dalmatákat, küldjétek a dalmatákat. Hogy tetszett a zsűrinek? Én először a Maját értékelném. Maja, nagyon fontos, amikor színpadon vagy, akkor a végig a szemkontaktus tartani kell. Egy picit elizgultad, de alapvetően szimpatikus volt a hozzáállásod. Nem, figyeljetek, az a baj, hogy ott vagyok, hogy kezdek rájönni, hogy megértem az apaságra, amikor nekem egy ilyen gyereket betesznek. Sírjál, Tibi! Sírjál, Tibi! Gyönyörű a gyerek, gyönyörű a gyerek, és az a baj, hogy tényleg az, hogy látom, megértem az apaságra, mert az van, hogy engem egy ilyen dologgal meg lehet venni. Kellene már tudnunk valami? Igen, hogy megértem az apaságra. Tehát jó, tehát nem Mondjad, Maja. Majával találkoztunk. Mondjad, szadállakon bármikor játszhat veled. Majával találkoztunk a büfébe, és ugyanezt csinált, amikor meglátott egyébként. Ez hát, zavarban van. Valamit jelenthet. A jó pasikban. Kettő dolog volt még. Ez szerintem show business túlzásait. A gyerek a jó ízlését csak az anyjától örökölhet. Na azt akartam mondani, hogy egy történelmi pillanatot láthatunk a színpadon, ugyanis végre a Torreador kibékült a bikával, és együtt táncoltak. Tehát, hogy ez jó volt látni, hogy a Torreador összeburul a bikával, és egy picikét ott paroláznak. A másik viszont egy szintén nagyon nagy pillanat volt, amikor a női bika egy ilyen kicsit ilyen előre rakott ilyen szarvakkal bement oldalra, hogy megnézze, hogy kell ott lenni még egy 20 000-esnek a zsebbe. Tehát, hogy így ment, hogy elég tájon, és egy picit flörtölt a zsebbe. Nem nagyon volt cuki, nagyon cuki produkció volt, és jól énekelt a madár. Mikor fölmentél, azokat az oktávokat kiraktad. Nem tudom, hogy ezek a magas hangok minek szóltak, hogy szorított-e nagyon a gatya, és ezért kicsit kényelmesen volt fönn, tehát hogy... De rendesen rendben volt énekileg. Állítólag ez egy nagy sláger, én rohadjak meg, ha hallottam már életemben, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon cuki produkció volt, és mondom, a gyerekes kis dolog nálam működött, úgyhogy ez nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Andi? Engem ilyen dolgok nem hatnak meg, mint egy gyerek.
Hát hol két érde? Gyerek. Nem, nekem tényleg azt tetszett, hogy most már te is bejöttél a showba, itt vagy, és mosolyogsz, és jól érzed magad. Remélem nem csak azért, mert itt volt a kislányod is, és biztonságban érezted magad. Én azért éreztem biztos, hogy itt van a madár mellettem. Én attól jobban. Mondjuk volt egy pillanat, amikor a madár megdobta a gyereket, azt hittem, hogy föntről kell madár. Madár viszont megdobta, yeah. Onnan kellett lehozni a trégerről. Nem, de viszont tényleg a madárat meg kell dicsérni, mert egyre hétről hétre jobban és jobban énekelsz. És most már olyan dolgokat is énekelsz, amiket soha nem remélhettünk tőled, mert azért ezek tényleg magasságok. És megvolt a tempója, megvolt a ritmusa, megvolt a mosolya, a derűje, a felszabadultságát. Mi egyebet kívánhatnék anyák napjára tőled? Haka, jegyzem meg, hogy az megvan, hogy a gyerek unja magát, vagy rugdossa a konfettit. Mert annyit beszélsz, Tibi, Kuki. Nem figyel, a gyerek rugdossa a konfettit. Maja! Anyáitól le kell Kuki jön, Tibi, kérlek. Most Kuki jön, vagy Tibi, kérlek. Most Kuki, értettem. Kuki. Ja, értem, jó. Figyelj, Zsolt, azért imádlak, mert általában, amikor egy ember énekli, kicsit más a hangja, ugye? Az, amikor ti is énekez, kicsit más a hangod, vagy te is, Andi, ugye? Nem, ha akarom, akkor igen. Igen, nekem is. Imádom, Zsolt, mikor ő énekli, ugyanaz a hangja. Nem változik semmi, és ez nekem tetszik. Hogy érted? Én meghallgatom. Tibi, mikor valaki énekli, akkor kicsit másképp szól az ő hangja. Mint amikor boxol? Nem, mikor, az is. De mikor te beszélsz, akkor van egy hangod, amikor énekelsz, akkor is kicsit, van egy hangja. Igen, de másképp szól, amikor énekel. Állítom, mondani akar valamit, te figyeld a magánhangzókat. Mikor énekelünk, másképp szól a hangunk. A madárnak ez maradt az eredeti, és ez nekem tetszik. Jó, újra látom magadban engem 3 évvel ezelőtt, és imádok titeket, és a Majával együtt ma ez a csúcs ma este. Gyerekek, a Maja hamarosan leül a színpadon. Kuki, ne hagyd magad, csak ezt üzenek. Nézzük a pontokat, Tibitől megyünk. Alapvetően én Majának adom meg az egész produkciónak. Maja, örülsz 10 pontnak? Csak akkor 10 pont. Köszi, Tibi. Andi. Én meg a madárnak, és a Majának, és az anyukát 10 pontot adom. Köszönjük szépen. Elindultunk a nagy 30-as hegycsúcs felé, Kuki. De Tira, te se tudna mondani, te se tudna annyi kevesebb, mint 10 pont. Ez a 10 pont. Hát az biztos. Na, 10 pont. Maja. Megvan a 30 pont.